Na, sziasztok! Én Avid vagyok, és ez az egész ilyen internetes, meg securitys böngészős dolog, ez onnan jött ötletként, hogy amit mi tapasztalunk, az az, hogy nagyon durván visszaélnek a felhasználóknak az adataival, és sokkal több minden történik a háttérben, amikor például egy böngészőt használunk, mint azt úgy általában a felhasználók tudják, és mint ami el van nekik mondva. És igazából, amit így fontosnak tartunk, hogy egyáltalán beszélünk erről a témáról, mert nagy hiány volt eddig, hogy így jó, felemlegettük, hogy akkor azért nincs rendben ez a privacy-s dolog, és így vannak problémák, de nem jutott el odáig ez az egész, hogy legyen belőle egy workshop, és ténylegesen valami aktívabb dolog történjen ezen a téren. És hát így kezdődött el az egész. Én vállaltam be, hogy elkezdem tartani ezt az első workshopot. Ez egy ilyen sorozat lesz. Megpróbálunk különböző megoldásokat találni arra, hogy visszavegyünk ebből a folyamatos nyomonkövetésből, és abból, hogy egyáltalán azok a nagy cégek, akik ezt jó pénzekért adják ezeket az információkat, akiknek gyakorlatilag mindjárt dolgozunk, azok ellen egy kicsit harcoljunk. Na most, az első ábra, ez a mempo.org oldalról származik. Ez egy olyan projekt, ami azt a célt tűzte ki, hogy ezt a Hardened Security, Hardened Privacy-t próbálja megcélozni, hogy tényleg minél kevesebb információ jusson ki a nagy cégek kezébe, akik ezt utána eladják. Látható az az ábra, amin az első legalsó, legalapabb téma, amiben mi is így beletartozunk, ez a user education, tehát amiről most itt szó lesz, ez nem az én véleményem, tehát ne értse senki félre, itt nem arról van szó, hogy most én elmondom azt, hogy akkor ez a frankó és ez van, hanem én arra szeretnék mindenkit bíztatni, hogy azokat a linkeket, azokat az információkat, amiket ezeken a szlájdokon és majd a szlájdok utáni beszélgetésen megosztunk egymással, azokat próbálja úgy felhasználni, hogy abból ő profitáljon és egy kicsit megpróbáljon biztonságosabban internetezni, már amennyire biztonságosan lehet internetezni, mert sokan azt gondolják, hogyha felraknak egy tort, vagy valamilyen böngészőt használnak, vagy esetleg VPN-t, akkor azonnantól már milyen anonim, és akkor milyen faszák vagyunk, és pedig ez egyáltalán nem igaz. Mi most az alsó két részéről fogunk elsősorban beszélni, tehát erről a user education, és ehhez fog tartozni ez a stratégiai rész, amiről szintén szól az első előadás. Tehát ugye, mivel alapokról indul ez az egész, és egy kezdő felhasználó, akinek aztán nincs sok fogalma arról tényleges, hogy mi történik a háttérben. Hát sokat ugyan nem tud tenni azért, hogy most nagyon tényleg biztonságban böngészen, de az alaplépéseket szerintem fontos, hogy megadjuk neki, amiről egyáltalán el tud indulni, és hogy ezeket az információkat megkapja. Erről tehát tényleg ez a workshop sorozat, vagy hogyha ez tényleg majd kikerül netre, vagy egy folyamatos kommunikáció elindul ezen a téren, ezt én szeretném egy kicsit így erőltetni, hogy na azért userek tudjanak arról, hogy mi történik a háttérben. Én megkérdeztem a munkahelyemen 10 embert, hogy ki milyen böngészőt használ és milyen addonokkal, és tehát így mi az az adblock, és akkor a 10-ből 1-2 embernek fel volt rakva az adblock, hogy legalább a reklámokkal nem érgezzék már magukat. És igazából ez olyan dolog, hogy most 2-3 kattintás felrakni egy adblockot, ami letiltogatja neked a reklámokat, és nem egy nagy védelem, meg nem leszel tőle über secure, de már tettél valamit, és lehet, hogy utána az a user az egy évig, fél évig ugyanazt a böngészőt fogja használni, legalább addig se megy a pénz a cégeknek, és nyomatják neked a reklámot. Jó, persze, már ezt is van, amivel kijátszák, mert hogyha nem... Jó, szóval, mint azt említettem, itt nem lesz semmilyen ilyen nagy varázslatról szó, ami megment az egész világot, nem erről van szó, hanem tényleg arról van szó, hogy elinduljunk valami privacy barátabb irányba, és egyáltalán felhívjuk a userek figyelmét arra,
hogy a háttérben sokkal több minden történik, mint azt ők gondolnák. A következő slide. Nagyon általánosság az internetről, hogy az internetet egyértelműen nagy cégek pénzelik, és nem véletlenül mondom azt, hogy egy tákolmány, mert aki dolgozott már multinál, az szerintem látja azt, hogy tákolás van, és nem az a cél, hogy egy biztonságos rendszert csináljanak, és hogy tényleg minőségi szolgáltatást nyújtsanak, hanem az a céljuk, hogy ebből minél több pénzt bezsebeljenek, attól függetlenül, hogy a háttérben mi történik. És ha amíg nem derül ki egy probléma, vagy nem kerül valami nyilvánosságra, addig ők tök jól el vannak, bezsebelik a pénzt, amikor meg majd történik valami, akkor kifizetik a büntetést annak a cégnek, aki esetleg sértett ebben az ügyben, és akkor azzal a büntetéssel még mindig kevesebb pénzt kell kifizetniük, mint hogyha folyamatosan odafigyelnének, és nem csak tákolnák össze a különböző előre megvett out-of-box szoftvereket. Tehát ezáltal beszélnem a biztonság az elsődleges cél, és amúgy az internet kialakulása folyamán sem, tehát sose az volt a cél, hogy ez egy biztonságos kommunikációs csatorna legyen itt mindenkinek, és tök jó legyen, hogy nem tudnak utána minket megfigyelni. Egyáltalán nem ez volt a publikus internetnek a célja, sosem. És mielőtt azt hinné bárki is, hogyha most akkor 8 proxyt egymás mögé raknak, meg VPN-t használnak, attól még logok fognak maradni. Sokan azt gondolják egy-két fórumon, ilyen scriptkidek, hogy fú, tök jó, mert hogyha valami nagyon über proxy szolgáltatást használ, akkor biztos nem fogják logolni, és akkor biztos, hogy tök jó lesz meg minden. De igazából szinte mindenről log fog maradni, főleg, hogyha megnyitsz egy Google-t, egy Facebookot, vagy megnyitsz egy olyan oldalt, amihez esetleg be van rakva valamelyiknek az akármilyen napja, hát azok nem csak fél évre fognak lerogolni téged, úgy, mint mondjuk a magyar internet szolgáltató, hanem még sokkal tovább, hanem örökre, amíg megvan nekik a storage-ük. És a másik probléma, hogy olyan szintű adathalmaz, vagy most kódhalmaz van, amiből összeáll az internet, hogy nincs az ember, vagy az a cég, vagy bárki, aki ezt nekiállja, és auditálja, és megnézze, hogy most akkor tényleg ebben nincsen 36 féle security bug, vagy akármilyen backdoor. Nagyon jó példára az OpenSSL, az is valami 400 ezer sornyi kódból áll, és hát most 2-3 nappal ezelőtt megint találtak benne egy elég durva bugot, és nem régóta jött ki a heartbeat bug is, mármint nemrég találták meg, és még ki tudja, hogy mennyi van benne, mert egyszerűen olyan mennyiségű kódokról van szó, amit szinte lehetetlen átnézni, beszámítható időn belül persze. Innentől kezdve, amit mi a legkönnyebben elérünk, és a legkönnyebb vele bármit is kezdeni, tehát természetesen a felsőbb szinteken, azok ugye a böngészők, de hát azok sem a titkosítás mesterei, amiket pirosra kijelöltem részt, azok csak néhány példa arra, hogy mik alapján tud egy adott website beazonosítani téged, és ez nem a teljes lista, hanem ezen kívül még ezer minden más alapján is, amiket a böngésző infókat küld, meg ugye a böngészőbe felrakjuk a flash plugin-t, meg felrakjuk ezt-azt az addont, sokszor amit nem is tudunk, hogy mi, vagy egyáltalán nem rakunk fel addont, és akkor aztán úgy is tényleg mindenki megy. Ezekből szépen össze lehet rakosgatni fingerprinteket, és amit írtam is a projekt oldalon, hogy lehet, hogy ha van egy telefonod, elmész a kávézóba, visszamész egy év múlva, és akkor meg fogja mondani neked a router, vagy hogyha valami olyan progi van, ami ezt ellogolta, hogy hát ez itt volt egy éve, esetleg még kapsz egy külön kódot ahhoz, hogy te mit fogyasztottál, hogy a számán szokott lenni ilyen kód, és akkor tök jól látják, hogy mit fogyasztottál, mit nézel az interneten, látják a Facebookodat, egyébként nem tudom most telefonon mi a helyzet a Facebookkal, de gyanítom, hogy még mindig nagyon sok embernek HTTP-n keresztül megy, úgyhogy így tök jó plain text küldözgeti a jelszavakat, rosszabb esetben azt is ellogolhatják.
és akkor egy kicsit tovább menve, van ez a okloh.net nevű oldal, ez így összegyűjtögeti, hogy hogy állnak a jelenleg open source szoftverek, és hogy milyen sok kódból áll, kik kontribútáltak bele, és akkor itt van egy kis lista arról, hogy például Linux kernel az már kapásból 17 millió sornyi kóddal kezd, és az még csak a kernel. És akkor ott van GNOME, KDE, nagyon sok millió kód, és ezt nincs aki átnéz az egyesülnek, akkor nincsen benne backdoor, nincsen benne bármilyen csúnyaság, amivel vissza lehet élni. És ezek tényleg olyan nagy számok, hogy nem lesz sose átnézve, ezért kezdtek el mostanában az utóbbi években egyre többen abba hinni, hogy security by isolation, tehát ha már nem tudjuk átnézni, akkor legalább választjuk el egymásról azt a sok kódot, és hogyha megnyomják a böngészőt, meg megnyomnak egy OS-t, akkor legyen egy másik a desktopon, amit tudsz használni. Van már több ilyen próbálkozás, többnyire a Cubes, ami majd a majd jövő héten lesz workshop keretein belül, az majd erre próbál valami megoldást felajánlani. Na most, van nekünk ilyen nagyon-nagyon sok millió kód, és igazából egy hátsó kapókkal lehet 13 sor is. Vagy honnan tudjuk, hogy az a fordító, amit használunk, az megbízható. Van erről egy, most nem mutatom meg, majd hogyha végére értünk a szlájdokra, akár azt is megnézhetjük, egy ilyen nagyon szép levezetés arról, hogy tök jól megírjuk a programunkat, van egy több fasz a böngészőnk, vagy bármi, és akkor utána fordító, amivel lefordítjuk, az viszont már kicsit problémás, és belerakva amiatt, ami esetleg hátsó kaput csinál nekünk. Nem, ez is megint azt mondani, hogy bizalom alapján oké, hogy azt mondjuk XY ember megbízom, de azért az open source közösségben lássuk be, hogy nem egy-két-három kontribútorba kell megbízni, hanem hogyha megnézzük a projekteknek a többségét, akkor akár több száz kontribútor is van. Amit talán így lehetne csinálni, mert tényleg látok, hogy azért ne engedjük projektbe 5 millió kontribútort, vagy tehát nagyon sok OS-nél, Debian-nál is belekommitolnak egy csomóan, és nem nézik át, tehát nagyon sok olyan benne van, belekerülhet akár bármilyen backdoor, bármilyen olyan kód, ami aztán utána azt mondják, ja, bocsi, hát ez belekerült, ez van. Tehát egyedül az OpenBSD-nél láttam azt, hogy ott ténylegesen folytatnak valami auditot, de ők se tudják olyan szinten csinálni, hogy mondjuk ne szúrják ki a OpenSSL-es hardware bugot, mert az náluk is ugyanúgy beütött, mint a Debian-nál, vagy bármelyik másik hasonló distrónál. Egyedül a FreeBSD úszta meg, mert nekik szerencséjük volt. De az is csak így, az se teljesen, mert igazából éppen akkor álltak rá a tízesre, amivel megint ugyanúgy bugos volt az OpenSSL. Szóval ezzel kell számolni, hogy iszonyatos nagy kódhalmaz és nagy kódtákolmány van. Egy kedves ismerősöm, nem mondtam meg, hogy hol dolgozott, de ő foglalkozott ilyen kódauditálás és hasonló dolgokkal, és ő mondta, hogy egy év alatt, amit reálisan át lehet nézni, az körülbelül ilyen 10, talán 20 ezer sornyi kód, amire utána azt mondják, hogy ne, ez akkor ez így tuti. Na most az messze van mondjuk a 17 milliótól, ami a Linux kernel. Tovább menve egy kicsit, tehát válogatni lehet ezerféle addonból, böngészőből, ponylogból és amit akarsz, tehát mindenfélét összetágolhatsz magadnak is, de nem lesz az, aki garantálja, hogy most abban nincsen valami, valószínűleg lesz. Ahhoz, hogy amit az elején is említettem, valami elinduljunk, néhány ajánlott Firefox addon, ami egy nagyon picit segít a userek helyzetén. Egy felületes megoldás, amolyan patchingje annak, hogy legalább valamit tegyünk, amit könnyen meg lehet tenni. Ez a NoScript, Request Policy, AdBlockage, HTTPS Reviewer, Self-Destructing Cookies, User Agent Changer és a Better Privacy. Majd a demo során ezeket az addonokat meg fogom mutatni, hogy mit csinálnak, miért csinálják, jó ez, hogy csinálja. És amiért fontosak szerintem ezek az addonok, hogy azért
aki informatikával foglalkozik, és napi 8 órát a munkahelyén ül, és nem olyan munkahely van, ahol 8 órán keresztül ott nagyon keményen kell izzadni, és jönnek az incidensek meg minden, hanem mondjuk a 8 órából 4-5-5 az így elböngészik, annak lehet, hogy azért nem árt fölrakni egy-két addont, mondjuk a NoScript-et, hogy ne nyalja be az első olyan JavaScript-et, vagy Java-s backdoor-t, ami jön a netről. Meg hogy például, amikor megnyitsz egy weboldalt, akkor ne nyisson meg neked még egy rakat másikat, azt meg majd a Lightbin-nál fogom megmutatni, majd lehet tippelni, hogy olyan, amikor megnyitjuk mondjuk az indexet, nem az indexet szeretném szidni, legalábbis nem a tartalmát, hanem csak az, hogy amikor megnyitunk egy indexet, akkor vajon még hány oldalt nyitunk meg, és hány olyan oldal fog tudni, hány olyan cég arról, hogy mi megnéztük az indexet, amiről amúgy nekünk senki nem szólt. Mert egyébként hát ugye miért is szólnának, tök jól aladják a háttérre jó pénzekért a statisztikákat, ki mit csinál, reklámok, stb. És a munkahelyén az ember ugye sok mindent, tehát egy torböngészőt nem biztos, hogy jó ötlet a munkahelyeden használni, egyrészt nem is biztos, hogy az ott át fog menni, hogyha esetleg IPS, IDS meg egy-két tűzfalon keresztül megy, lehet, hogy belenéznek, vagy éppen megnézi a Windows admin, hogy jé, hát a userünk mit futtat tort, hát az nem túl, nem túlságosan illik bele a céges policyba, hogy ott ilyeneket csinálunk. Szóval ezzel akár a munkahelyet is kockáztathatja valaki, munkahelyen ennyit tudsz körülbelül csinálni, felrakod az addonokat és megpróbálod beállítani magadnak a böngészőt, illetve nyilván nem nyitsz meg olyan oldalakat, amiket úgy gondolod, hogy a munkahelyeden problémások lennének, vagy hát nyilván cégtől függetlenül, hogy ki hol mit enged. Következő slide. Egy ilyen könnyen érthető stratégiát próbáltam meg összerakni, amit így mindenki, hát ezt nem mondom, hogy ezt most így valaki ezt így átnézi, és be fogja tartani, és akkor onnantól minden fasza lesz, de hogy ezek ilyen alap, ilyen ajánlások, amivel már tudsz tenni minimális technikai, vagy esetleg technikai tudás nélkül is. Tehát első körben döntsük el, hogy mi az, amit internetre ki akarunk rakni, vagy mi az, amit egy olyan gépre, ami net van, tárolni akarunk. Mert hogy az elég esélyes, hogy arról log marad, vagy valaki azt éppen szépen eltárolja sok évre visszamenőleg. Tehát ez az elsődleges, hogy ne rakjunk olyan eszközre bizalmas adatot, vagy bármilyen infót, amit nem szeretnénk, hogy utána más is elolvasson. Mert hogy, mint azt láttuk, a kódok alapján, a mennyiség alapján is, meg azok alapján a eddigi hibák és kiderülések alapján, meg a Snowden-es légek alapján, hogy bizony itt azért sokkal több mindenről tudnak más szervezők, és sokkal több helyen megvan az adat, amire azt gondoltuk, hogy hát ez csak az én laptopomon van. Tehát amit nem akarunk, hogy kikerüljön internetre, azt még olyan gépre se rakjuk, ami interneten elérhető. Persze már nehéz olyan eszközt találni, ami olyan, hogy nem tud felmenni netre, meg az olyan telefonok is akár, amikből már az oksit se lehet kiszedni, ugye? Tehát, hogyha esetleg ugye hallgatás ellen szeretne valaki védekezni. És hogyha már viszont internetes eszközre kirakunk adatokat, akkor azokat érdemes minimalizálni, illetve e-maileknél ki a franc olvasgatja vissza fél évre vagy egy évre visszamenően a személyes leveleit, hogy mit beszélt kis Pistával. Nyugodtan le lehet archiválni, el lehet rakni, és tényleg van olyan fontos, olyan info van benne, akkor elő lehet színi, de egy ilyen fél éves visszamenőleges törlés, vagy most archiválás az mindenképpen jó. Tehát annál, tehát hogyha feltörik a rendszerünket, annál kevesebb adat fog kijutni tőlünk, minél kevesebb adat van. Tehát ezt mindenkinek javaslom, ezt a minimalizációt is, meg amúgy is minek szemeteljük fel a rendszerünket olyan, amire már vagy nincs szükség, vagy egyáltalán nem használjuk. Következő lépésként a szeparációt gondoltam, hogy érdemesen így mindenkinek javasolni, hogy oké, hogy Facebook, meg Gmail, meg ilyen olyan adatok, de ha fizikailag két eszközön van az egyik mondjuk a munkaeszközöd,
a másik meg a személyes saját laptopod. Nem biztos, hogy érdemes mind a kettőt összekeverni, a kettőt, hogy mondjuk ha megteheted azt, hogy tényleg két laptopod van, vagy a cég ad egy laptopot és neked van egy saját, akkor a céges laptopon ne Facebookozzunk már, meg ne csináljunk olyan dolgokat, amik amúgy egyrészt nem is illenek oda, másrészt meg növeled annak is az esélyét, hogy akár a böngészőn keresztül benyelsz valami backdoort, vagy bármilyen, ami kártevő, és azzal egyrészt kellemetlen helyzetbe is fogod hozni magad, mert ha ez a cégnél kiderül, akkor azt magyarázni se kell, másrészt meg az a fizikai elszeparálás, ez abban is azért elég nagy szerepet játszik, hogy nem az összes információt fogják egyből bezsebelni, hogyha feltörték az eszközödet, hanem csak azon az egy adott eszközön, ami rajta van. Vagy ha van Gmail fiókod, vagy Facebook fiókod, legalább nem fogja a másik eszközről is lenyelni az összes böngészési szokásodat és böngészési információdat. Mert hogyha hiába raksz fel egy Chrome-ot, meg egy Firefox-ot, amire azon van, hát két ugyanolyan különböző böngésző, nem, azt ugyanúgy fel fogja ismerni azon a böngésző, mert meg fogja neked mondani különböző fingerprintek alapján, és ki fogja írni, hogy a Chrome meg a Firefox az bizony az te vagy, és hiába van két böngésződ, tehát ez se segít. Meg hiába van, például a Cubes-nál van nálunk ilyen, hogy eldobható Disposable Virtual Machine, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megnyitsz egy ilyen virtuál gépet, elindítasz benne egy böngésződ, böngészel valamit, bezárod, és akkor lereszeteli az egészet. Tök jó, visszanyitom, oké, hogy lereszetelted, de ugyanúgy fel fogja ismerni, hogy az megint én vagyok. Az csak az ellen véd, hogyha benyeltem valamit, akkor az nem lesz ott, mert azt visszareszetelte, és akkor lehet, hogy újra benyelem, de hogy legalább addig is nulláról indulok. Másik a hálózati szeparáció, VPN proxy Tor. Megint kiemelném, hogy ez megint nem az ultimate megoldás, az OpenSSL-es meg egyéb bugok ugyanúgy érvényesek a VPN-ekre, a Torra. A proxy az meg ugye nem titkosít, a proxy az csak annyit csinál, hogy egy távolabbi pontra helyezi el azt, ahonnan a te internet kapcsolatod vagy, amit beleraksz a proxy kapcsolatba, az kimegy Franciaországból. Amit én mindenkinek javaslok, az a viszont a VPN használata, egyrészt már titkosít, és azzal már annyit segítesz magadon, hogy legalább a magyar szolgáltató nem mentegeti el, meg nem tárolja az információkat róla. Azért azt hozzáteszem, hogy aki olyan körökben mozog, vagy olyan emberekkel beszélget egyáltalán, akik mondjuk ide a hackbe lejárnak, vagy van olyan ismerőse, aki esetleg állami helyen dolgozik, azokat azért így szeretik lehallgatni és így elpakolni róla a lókat, akkor legalább ne legyünk már olyan kedvesek, hogy akkor odaadjuk a éppeni szolgáltatónak, hogy tessék, itt van az összes DNS lookupunk, és akkor nyugodtan nézegessétek, hogy mit csinálunk, rakjunk be egy VPN-t, legalább akkor mondjuk a Franciaországba végződik. Jó, franciák, oké, nyilván tudni fognak róla, de mondjuk azt a VPN-t még ugyanazzal az IP címmel használja még 100 user, azért az nem mindegy, abból már azért kicsit nehezebb kiszúrni a te forgalmadat. Ettől független böngészőt nyilván ugyanúgy beazonosítják, de hálózati szinten azért ez a VPN nem rossz. A Torra, az én véleményem, nyilván mindenki más mond róla, azzal egy kicsit felhívja azért magára az ember a figyelmet szerintem, hogyha Tort használ. Nyilván annak is megvannak a saját előnyei és hátrányújusekben. Én a VPN-t javaslom, mindenki döntse magának, hogy mit szeretne használni, és járjon utána az a legbiztosabb. És ebből adódik, hogy időt kell szánni egyrészt a tanulásra, arra, hogy miután megtanultuk, hogy nagyjából milyen lehetőségek vannak, utána jártuk, utána olvastuk a manpage-eket jobb esetben. Ezt szeretem még mondani Linuxos hálózatos tréningen, amit tartok, hogy olvassuk el a manpage-et, mert amikor mondjuk akár egy ismeretlen rendszerre is rálépünk, nem biztos, hogy ugyanazok az eszközök ugyanúgy működnek. Ez már csak ilyen kis részlet, de bármilyen szoftvert használ az ember, azért illik elolvasni. Ha veszel egy sütőt, a sütőnél is elolvasod, hogy azért az hogy működik, nem kezded el egyből nyomogatni meg. Jó esetben, persze.
És a másik meg, hogy felejtsük el ezt az out of the box dolgokat, tehát amiket megfognak és akkor odaraknak elénk, és akkor tök fasza használjuk, mert ez nekünk így jó. Nem nekünk jó az, hogy ezt így megkapjuk, nekünk nagyon kényelmes, de nem nekünk lesz ebből profit, ezzel azt tudom mondani. És igazából ezt nem nagyon szeretném tovább ragozni, mindenki döntse magának, hogy mennyit ér meg neki az, hogy ezzel foglalkozik. Én viszont mindenkit arra biztatok, hogy azért szálljon rá elég időt, és legalább egy olyan szinten próbáljon meg odafigyelni a saját dolgaira, hogyha legalább valami nagyon nagy furcsaságot észlel, hogy valami nem úgy működik, hogy szóval legalább azt vegy észre. Ez is egy pont, ez egy picit lejjebb van, hogy ha már rászálljuk az időt a tanulásra, ne csak arra, hogy megtudunk adott dolgokat, hogy hogy működik a VPN, Tor vagy proxy akármi, hanem a saját rendszerünkre is azért figyeljünk oda, mert abból szúrhatjuk ki, hogyha valami szokatlan történik, az akkor már utalhat arra, hogy esetleg feltörték, vagy valamilyen történt, ami megkompromitálta a mi rendszerünket. De természetesen ez a lerágott csont, hogy rendszeres jelszóváltoztatások, ennek ellenére, hogy ezt mindenki ezt mondja, változtassunk rendszeresen jelszót, az emberek ettől függetlenül nem változtatnak rendszeresen jelszót. Ismerek olyat, akitől megkérdeztem, hogy figyelj, most akkor ide hogy tudok belépni, tudom, hogy 3-4 éve ez volt, de hogy most is ez, oké. Jó, akkor tudom, a jelszót nem is kell mondani. Tehát, hogy azért 3-4 év alatt azért illik lecserélni a jelszavakat. Arról nem is beszélve, hogy nem érdemes ugyanazokat az e-mail címeket, meg ugyanazokat a jelszavakat használni a Facebookon, meg mondjuk a munkahelyi workstationon. Az sem biztos, hogy annyira secure. Ezt megint lehetne részletezni. Odafigyelés meg, amíg az ember az a baj, sok minden nem tapasztal meg, hogy akkor most tényleg megszívta, mert feltörték, addig nem szoktak erre odafigyelni. Ha csak nincsen benne egy kicsit jobban ebbe a privacy sérelmény, nem érdekli jobban ez az egész védelem. Ettől függetlenül mindenkit biztatok, hogy változtassátok a jelszavaitokat, és nem csak a jelszavakat, hanem a regisztrációkat is szerintem érdemes. Például évente, fél évente, ezzel lehet vitatkozni, hogy most azok olyan macerás, mert minden. Be kell vállalni egy bizonyos macerát, ha az ember szeretne kicsit biztonságosabban netezni, vagy egy kicsit így azt szeretni, hogy kevesebbet tudjanak róla egyből, amikor megnyit egy weboldalt. Én nekem bevált stratégiám, hogy folyamatosan változtatom az e-mail címeket, meg a jelszavakat, illetve hát van, aki azt javasolja, hogy a PGP-t, aki most ismeri, tehát hogy a titkosítási kulcsokat is változtassuk évente, fél évente, mert hogy az nem nagyon változik. Ez abban tud segíteni, hogy kicsit nehezebben fogják kiszúrni, hogy ó, hát ez a user, ez már itt járt nem tudom hány évvel. Esetleg nem fognak megtalálni azok az emberek, akiket nem szeretnél, kevesebb spamet fogsz kapni, meg sorolni lehetne még azt, hogy mennyi minden hasznos dolog van, hogyha mondjuk egy új e-mail címet csinál az ember. Nem muszáj új e-mail címet, ha olyan szolgáltatód van, aliaszt is csinálhatsz, és akkor ugyan más lesz az e-mail címet, de nem kell teljesen új regisztráció. Erre megvannak van RiseUp, van Autistici, van egy csomó olyan oldal, ami nem az ilyen agyonpénzzel céges környezetekből jön, hanem gyakorlatilag ilyen open source barát közösségek csinálják, akik szeretnék, hogy ne nyúlják le ilyen óriási profitokkal azokat, amiket mi csinálunk, ráadásul elég szemét módon sokszor. Majd egy-két ilyen oldalt mutatok, amit én ismerek, nyilván van még másik 100. Olvassatok utána, találjátok meg azt az e-mail szolgáltatót, aki nem fogja kiadni egyből a XY3. félnek, meg az NSA-nek, meg a Quiznek kérésre így az adataitokat. És akkor azt hiszem, hogy nagyjából ezeket az ilyen egyszerű dolgokat így átbeszéltük, hogy elmondtam. Mindenképpen
Nekem lenne egy kérdésem, így a stratégiához kapcsolódóan, hogy, hogy miért nincs benne a dezinformáció? Tehát ugye most arról beszélünk, hogy egy csomó adatot küld a számítógépünk a világhálóra, amit össze lehet rakosgatni, és abból nagyon érdekes dolgok ki tudnak derülni az emberről. Milyen eszközök vannak arra, hogy mondjuk miközben én dolgozom, aközben a gépem robotként bármerre csináljon valamit a világhálón, hogy, hogy generált levelezéseket folytasson más robotokkal, vagy más emberekkel, és tehát ugye, hogy gyakorlatilag egy zajt is adsz a világ felé, az internet felé, és akkor ebből a zajból már ki kell szűrni, hogy mi az, amit a user csinált, mi az, amit a robot csinált. Ilyen lehetőségek van? Van ilyen lehetőség, sőt, még a DonaTrack.me addonnak is van ilyen lehetősége, jól emlékszem, azt tudja azt megcsinálni, hogy a háttérben futott neked egy ilyen kis mini böngészést, és akkor megnyit neked ilyen random oldalakat. Ezt is megteheted, természetesen. Ez sem egy rossz stratégia egyébként, hogyha jobb beszpemeled azokat, akik figyelik a te kapcsolataidat. Én elkezdtem egy olyat csinálni otthon, egy olyan kis scriptet, ami így random csinál ilyen végeteket, meg DNS kulgapokat, hogy legalább akkor a UPC-t teleszpemeljen a és akkor mentegesse a nem tudom hány ezer lekérdés egy naponta, hogy ki tudják nyilván szűrni belőle, de azért nekem megírni 2 perc, nekik meg lehet, hogy mire észreveszik, lehet megkaptak egy csomó fals infót. Tehát ez egyébként, ez tök jó, hogy mondod, mert ezt simán be lehetett volna venni ebbe a stratégiába, vagy ezekbe a részekbe. Valóban működhet ez is. Ja, köszi, ez tök jó. Persze ehhez már egy kicsit mélyebb ismeretre van általában szükség. Tehát általában egy kicsit mélyebben kell érteni dolgokhoz ahhoz, hogy valaki egy ilyet beállítson, mert azért sok minden alapján ki is lehet szűrni azt, hogyha mondjuk olyat csinálsz. Most az, hogy küldesz DNS-ugapot, azért nem egy túl bonyolult kiszűrni, hogy azt most nem egy böngésző csinálta például. De valóban vannak ilyen lehetőségek is. És akkor most lesz egy kis demózás. Az első körben a Lightbeam-es addonnal szeretném bemutatni, hogy akkor most hányan is próbálnak meg minket így első körben betrekkelni. Index, meg 444, meg egy-két ilyen oldal, de bármit mondottok, azt is nagyon szívesen megnyitom nektek, és akkor majd látni fogjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Addig mondjatok egy tippet, hogy amikor megnyitjuk mondjuk az indexet, akkor hányan fognak még vajon erről tudni, vagy hány plusz oldal nyílik meg mondjuk meg a mi böngészőkben. Csak úgy tippeljetek egy számot. 15, 20, 300. Úgy csináltunk egy ilyen kis... Na ez például most egyébként egy olyan böngésző, ami ilyen eldobható, tehát és bármit felrakok, akkor azt, hogyha bezárom, akkor az utána le is veszetörődik. És akkor Lightbeam-et beírjuk. Na, tehát hogy tényleg ennyi felretni egy adblockot, és körülbelül instant ott van. És legalább magunknak a mentális szféránkban kevesebb személy fog keletkezni azzal, hogy mindenféle ilyen reklám jelenik meg nekünk. Bocsi. Eldobható böngésző, de amikor újraindítást követel meg egy adon, az hogy operál? Az azt hiszem, hogy akkor se, hogy... Igen. Ja, itt van, ez. Jó, akkor itt van a Lightbeam nevű, és akkor kontribútáljuk is az adatot. És ilyen open dologról van szó, és akkor ugye index.hu-t mondtuk, és ugye nincsen semmi addon fönt, mert sem, és akkor itt szépen elkezdenek mondjuk kirobbanni a kis háromszöget, akik azok a weboldalak, akik így szeretnének minket trackelni. Na hát nagyjából, hogyha megszámoljuk, még ott
finalzódik, lehet, hogy még kijön egy-két oldal. Tehát nagyjából, aki olyan 15 körülre tippelt, az nagyjából le is találta. És azért ezt egy átlag felhasználó, aki megnyitja az indexet, az valószínűleg nem gondolja azt, hogy ja, egyébként még itt van egy lista, hogy ők is még amúgy hozzátartoznak ahhoz a böngészéshez, és itt a, mi ez, nem is lehet, nem lehet szíves, de travel.hu, meg Indopass, meg különböző Google Analytics, ja, hát ugye Google Analytics az ott van a websájtoknak a többségén, és akkor ez csak egy oldal volt, de már ugye az is kérdéses lehet, hogy minket érdekelnek politikai jellegű cikkek, bármit megnyitunk, és azt esetleg, most valami konfliktusos cikk, tök mindegy, valószínűleg meg ez is be fog dobni, ah, ott van egy-két szájtot még bedob, hogy azért biztosak legyenek benne, és hogyha átmegyünk mondjuk egy 444.hu-ra, akkor azért a user nem gondolná azt, hogy az index meg a 444 között vannak azért átfedések, és mondjuk vannak olyan célkök, és ötök tudják, hogy mind a kettőt megnézted a szolgáltatódon kívül. Hát aztán, mint láthatjuk, van nem is egy, tehát kapásból. Nyilván megint a Google Analytics, a Google az aztán tényleg mindent tud, hogyha nem is próbálunk ellene tenni, akkor meg főleg. És már kapásban van három kapcsolat a kettő között. A Facebookot még meg se néztük. Tehát odáig még első tudom, hogy Facebookra belépjünk, vagy megnézzünk bármilyen Facebookos oldalt. De hogyha mondhatod nem 3-4 oldalt, amit így szoktatok nap mint nap nézni, és ha megnyitjuk, akkor ki fog jönni egy még szebb ilyen kis ábra. Mit szoktatok nézni, a böngészés? Átlátszó pont. Nagyon átlátszó pont. Az átlátszó.hu, azt még én sem néztem. Olyan ők mennyire barátságosabb ilyen, de hát azért itt is itt van a Facebook, Twitter, meg az egyéb RSS feedet. Hát azért na, úgy egészen alakul a kis topológiánk. Azért itt is vannak így át, hát természetesen a Facebook megint ott van. Doubleclicknet, azokat is nagyon sok helyen eset, ugye a Google az általában megint csak tudja, hogy mi megnézünk egy oldalt. Jó, aztán persze, ez nem azt jelenti, hogy most ők tudják, ismerik az összes websájtot Google-on kívül, amiket így nézel, de azért elég sok infót át lehet szedni, meg azért általában tudják, hogy ezt az indexen keresztül nyitottad meg. És akkor ezt a Lightbeam-et szerintem ezt így ennyivel elég is demonstrálni, hogy azért a három oldal közül, amit megnyitottunk, azért itt sokkal több minden nyílik meg. Egy dolgot még. Szerintem ez körülbelül, most ez egy saját oldal, de szerintem, most nem jelenik meg, körülbelül úgy kéne nézzem, ahogy ennek az oldalnak a megnyitása után néz ki a kapcsolat. Valamiért ezt az oldalt nem szokta egyből megjeleníteni. Ebből esélytelen lesz visszanézni sajnos. Na, nem akarja. És itt a kutya bezárom, vagy valami. Ennek az lenne a lényege, hogy bezártam az egész böngészőt, sikerült kontrollkút nyomni, kontrollkút helyett, de az lett volna lényeg, hogy egyébként egy kis pötty jelenik meg, mert az én oldalon semmilyen Google-t, meg semmilyen analytics-os akármit nem rakok ki, és szerintem az lenne a tisztességes, hogyha az ilyen webfejlesztők, akik mondjuk nem a reklámozásból érnek, azért erre odafigyeljenek. Persze most egy webfejlesztő nyilván vitatkozna benne, de hát hogy a reklámból van a csomó pénz. Én meg azt mondom, hogy ez nem egy szép dolog, ezt mindenki döntse el magának, hogy jó, nem jó. Most akkor csinálok egy új ilyen eldobható VM-et, és akkor megnézegetjük, hogy egyrészt az addonokat, amiket már említettem, másrészt egy-két érdekes szájtot, ami kiírja
a már említett infókat a böngészőről, és hogy mennyi mindent elmond a mi böngészünk, amire nem biztos, hogy gondolnánk. Mi az? Kuruc info. Nice! Várjál, hát, ezt akkor ide is kirúgjuk, hogy benne legyen azért a... Bocsi a bénázásért, igazából pár napig kezdtem ezt a cubesource-t használni, és még így... Mi az? A cinfót azt nézi a median.hu, ami egyébként nézi a kormány.hu-t is. Szerintem nagyon sok helyen van. Gyakorlatilag az a Google-hoz legjobban hasonlító. Hogy az? Vonatkozású cuccnak nekem. Kuruc.info. Kuruc. Sosem néztem őket. És nincs meg. Ja, kuruc.info. De van. Ilyen is van. Miket meg nem tudunk. Kuruc.info. Na aztán lássuk a csodát. Na hát... sőt, mert a kuruc.info.hu között is van azért egy Google Analytics-es kapcsolat. Kis Google. És akkor a kormány.hu-t mondtad? Akkor azt is mondtad. Gov.hu. Ennek most szerintem nem hiszünk, mert ez a Magyarország pontos szó törnyik meg többet. Igen, nálad valamiért mutatja. Hát igen, jó, nem tökéletes az addon, de... Aha. Valóban. Egyébként az, hogy interakcióval érsz a lapokkal, ez... Nincs arról tapasztalatod, az növeli ezeknek a kapcsolatoknak a számát, és hogy változik, bejelentkezel, vagy egyszerűen csak kattintod? Az, hogy te vagy... Na, mit találtál megint? Nem, mit meg? Az, hogy be vagy jelentkezve, az annyiban változtat, tehát attól még ugyanezek az oldalak fognak beérni, több nem fog megnyílni. Esetleg olyan, hogyha van valami Facebookosabb, vagy akármi, esetleg még meghív még több oldalt azért, mert be vagy jelentkezve, és akkor felajánlja neked, hogy még a Facebookon keresztül még minket érj el. Növelheti szerintem a számát, nem feltétlenül jellemző. Na de már, hogyha be vagy lépve mondjuk a Gmail-es fiókodba, akkor onnantól kezdve már a Google-nek aztán tényleg egyértelmű, hogy milyen oldalakat nyitottál meg. Már csak Google Analytics-en meg amúgy is, aki... Azt még hozzáteszem, hogy amit nagyon sokszor látok, hogy használják a Chrome-ba ezt az ilyen roaming profile-os, nem tudom ennek mi a neve a Chrome-ba, hogy beállítod a Chrome-ot szépen magadnak, utána átülsz egy másik géphez, leszinkronizálja, és akkor ott is megint ott van minden. Tehát igazából ezzel megint, tehát hogyha visszatérve egy kicsit arra a fizikai elszeparációra, hogyha neked ilyen szinkronizálós profilod van a Chrome-ba, és bejelentkezel, és leszinkronizálja neked a Chrome-ot, akkor hiába választottad el fizikailag a két gépet, meg hiába gondolod, hogy az különálló, attól még a Chrome az ugyanúgy ott lesz, ugyanúgy mind a kettőn, és tudni fogja, hogy az te vagy. Tehát amikor emlegettem ezt, hogy fizikai, hogy ne csináljék ugyanazt a két gépen, akkor ezzel arra is gondoltam, hogy tehát most, ha van egy munkalaptop, akkor ne lépjünk be a munkalaptopon a Google profilba, mert akkor amit ott böngészünk és ott csinálunk, akkor az a Google-nek megint egyértelmű lesz, hogy az mi vagyunk. És akkor még több statisztikát gyűjt, még többet el tud adni, még több reklám, stb. .f.org az valamiért nem jött be fél órája, valószínűleg most sem fog működni. De azért megnézzük, ugyanis van egy ilyen oldal, ami csinál a böngészőről egy fingerprintet, és utána összehasonlítja az összes többi userrel, illetve böngészővel, akik megnyitották ezt az oldalt, hogy akkor vajon a mi böngészőnk,
az mennyire egyedi a többi böngészőhöz képest. Két nappal ezelőtt néztük egy olyan ismerősömmel, aki úgy azt mondta, hogy azért tudja használni az internetet, meg azért úgy képbe van. Neki volt olyan statisztikája, hogy az ő böngészője egyedi a 4 millió közül. Tehát akkor annyira nem biztos, hogy itt mindennel tisztában vagyunk, meg hogy mi történik a háttér. Most megpróbálom ezt az oldalt elérni, hát ha azóta. Ebből nehéz kiszedni. Most egy jó felében. Hát sajnos most ez nem működik valamiért. Nem baj, van nekünk más oldalunk is, ami hasonló. Ez a fingerprint.pet/portal.eu. Ez is gyakorlatilag csinál egy fingerprintet a böngésző alapján. Fel is fogja ismerni, most adhatsz meg user nevet, nem muszáj, hogy hát igen, ugye, mint láttuk, ez egy olyan böngésző, amit úgy nyitottam meg, hogy ez egy eldobható, de ettől függetlenül azért fölismert, hogy én egy non-user vagyok, jártam már itt, tehát jelvöröszteltük le a böngészőt. Most hozzárendel itt ilyen mindenféle információt, amit ő talál, de amit érdekesebb, így első körben, megpróbálok egy kicsit rázoomolni. Engedi. Látsz ugyanis valami? Jó, tehát azt akkor egyből levágta, hogy én nem egy Windows user vagyok, meg hogy milyen locality van beállítva. Levágta a screen resolution-t. Hát ez most a cubes miatt ennyi amennyi. De hogyha megnyitok egy másik ilyen eldobható VM-et, vagy egy másik VM-es böngészőt, ott is ugyanerre fogja rakni. User Agent, ami alapján, hát ez sem egy olyan, hogy akkor én most Firefoxot használok, hanem azért itt még kísérő Linux, meg hogy 64 bites, meg jó, az X11 az abból, az nem az egyértelmű, hogy azt használom. Még a VLM-nél nem tartunk sajnos. Meg Firefox verzió, megmondja, hogy HTTP accept header-be mit vannak beállítva, tehát ez a gzippelés, mondjuk ezért ez az alap szokott lenni a böngészőnél, na de aztán itt van a plugins install, amivel viszont már azért elég szépen lehet azonosítani, hogyha felrakott a valaki mondjuk egy ilyen valami ponis plugin vagy valami hülyeséget, ami csak 10 usernek van, akkor abból már azért lehet sejteni, hogy akkor az egy egyedi valaki. Most ez egy Fedora alapú template, tehát most itt azt látjuk, ami a Fedorának be van állítva. Tehát ez tényleg ilyen teljesen basic, nem nyújtam hozzá meg semmi. És azt is megmondja a weboldalnak, a mi böngészünk, mert ilyen rendes, hogy milyen fontok vannak fölinstallálva a rendszerünkre. Na most, hogyha valaki mondjuk japánul tanul, vagy valami egy-két fontot már így fölcsap magának, ami nem default, mert az is egy plusz tök jó info az egész fingerprint összeállításához, mert hogy abból sincsen sok, főleg, hogyha felrakott 6 fontot, ami esetleg másnak nincs fönn. Akkor abból, ja, és ezek a fontok, hozzáteszem, nem csak ez a böngésző mondja, mert bármelyik böngészőt megnyitod, ugyanúgy meg fogja mondani, sőt, még ezt akkor is megmondja, hogyha letiltod a JavaScript-et. Tehát, hogy ez még csak a jéghegynek a teteje egyébként. A következő oldal, amilyen hasonló, bocsánat, nem ez, az a ipcheck.info. Na és akkor van egy ilyen John Donin nevű oldalunk. Hát ők csináltak egy ilyen kis tesztet, amin megnézhetjük, hogy mennyire van jó beállítva a böngésző, mielőtt lenyíljön a szörnyeteg, azt kell tudni róla, hogy ami nem zöld, az nem stimmel, azzal vissza lehet valamilyen szinten élni, vagy infokat lehet leszűrni. Jó, hát az IP-t azt most tekintsük el attól, mert egyébként az se jó, hogy most látjuk budapesti IP-t. Hopp, sorry, ez valami érbe kaptam. Tehát ugye megmondja, hogy ki az IP-n, Budapest, UPC a szolgáltatónk,
reverse DNS, és akkor itt kezdődnek a böngészőnek így a beállításai, a cookie-k. Itt például azt mondja, hogy például a cookie-k engedélyezve vannak, tehát a third party oldalra is engedélyezve vannak a cookie-k, ezeket lehet trackelni, egyik oldal láthatja mondjuk a másik oldalnak a cookie-ját, ez nem biztos, hogy túl jó. Aki nincs képbe, hogy mi az a cookie, az egy gyakorlatilag kis szöveges üzenetek, amiket a böngésző eltárol, ezt kb. Egy TXT fájként tud elképzelni, és akkor mindenféle azonosítási információt rakhat bele, meg igazából bármit, amit a adott website szeretne, hogy belepakoljunk. És akkor itt vannak még mindenféle HTTP Authentication Data, cache, ilyen e-tag. Ez az e-tag általában hát default beállításnál nem generálódik úgy, de ez is egy ilyen egyedi azonosító, tehát ezek itt is unique ID. Nyilván külön beállítást igényelne, hogy ezek ne legyenek minden esetben ugyanazok. Az, hogy unique, azt így hát nem egyszerű elkerülni, max ha mondjuk Tor böngészőt használsz, ilyen szempontból az jó, mert akkor az összes többi Tor böngészőt használó usernek ugyanaz lesz az ID, az meg annyira nem unique azért. HTTP sessionök, tehát hogy meddig, hogy egy kapcsolatot nyitva, unlimited, nem biztos, hogy jó, referrer az, hogy melyik oldalról jöttél, tehát hogyha nem elég az, hogy amúgy letrekkel az Index meg a 444.hu-nak a különböző Google Analytics és háttérben futó oldalai, azért még van egy referrer, hogy biztos legyen a 444.hu, ezt a böngésző mondja meg egyébként, hogy te az Indexről jöttél mondjuk. Tehát ez referrez, így ezt így be is biztosítja. Egyébként ha azt mondod, hogy ne küldje a referert, ugyanúgy fog működni az oldalaknak a 99,9%-a. De ettől függetlenül ez benne van a böngészőben, hogy ilyet tud. Signature, ezt most ez a John Donning, ez nem tudom pontosan mi alapján állítja össze, de ezt is valahonnan a HTTP header-ből, meg user agent, meg ilyenekből összeszedegeti, és ez is egy ilyen azonosításra lehetőséget adó számsorozat ad ki. User agent, ugye a user agent, hogyha mindent letiltogatsz, meg mindent beállítasz, ugye akkor az megint, hogy kis pistike a user agentod, mert azt állítod be, akkor jó kiszúrtál magaddal, mert abból tudja, hogy csak egy van, és azt te leszel. Ez meg egy ilyen folyamatos harc, hogy aki ezzel foglalkozik, hogy akkor most nézze azt, hogy na akkor most melyik a leggyakrabban használt user agent, hogyha valakinek van erre ideje, meg energiája, hogy ezt nézegesse, és akkor próbálgatod úgy beállítani, hogy azért a többségbe tartozzál vele. Jó, itt még van egy csomó minden, de inkább legörgetem, mert azért itt még vannak csúnyaságok, tehát ez csak tényleg a jéghegynek a teteje, ez mondom, ez egy default böngésző, JavaScript, megmondja a plugineknek a 86 millió féle információját, amit le tud kérni, itt kiír, mit használsz, milyen rendszer, megmondja a felbontásodat, tehát milyen color depth van beállítva, tehát egy 24 bites color depth, tehát még 1001 millió dolog. És a Flash-nél még azért megemlíteném, hogy van ez a Ctrl-Shift-Delete és kombináció, amivel ugye kitöröd a böngészőből a mindenféle elkeselt, meg mindenféle információt, browser history-tól kezdve a cookie-ig. Ja, csak azt elfelejtik hozzátenni általában, hogy egyébként például a Flash-nek a cookie-ját az már nem törli le, ahhoz külön fel kell rakni egy addont, vagy pedig kézzel törölgetheted, amit nem javaslok. Tehát, hogy ilyen apróság, hogy van egy funkció, ami kitörli az információkat, amiket eddig ne tesztél, meg csináltál, csak mégse, mert felraktál egy addont, ami mondjuk a Flash. Aki teheti, szerintem kerülje az összes ilyen Flash, meg Java, meg IRL, meg mit tudom én, amik vannak. Szerintem a legtöbb ilyen normális oldal az bejön Flash nélkül. A YouTube-ot is tudod HTML5-ből nézni, most már a videóknak a nagy részét. Ha meg nagyon muszáj, akkor valami a megoldást érdemes találni, hogy legalább ne abból a böngésző, hogy ne arról az eszközről nézz, ami amúgy fontos dolgokat csinálsz. Ezt a... Ja, és
Flashből is megmondja, hogy a Flashnek az Adobe változata van fölrakva meg. Ó, tehát nagyon jó. Még azt is megmondta, hogy én Cubes-ot használok. Ezt a Flash szedte ki. Mert amúgy ezt a böngésző viszont eddig nem mondta meg. Na jó, fel van a Flash plugin, és akkor ezt is megmondja. És hozzáteszem, ez még mindig nem a teljes lista arról, hogy mi alapján tudnak beazonosítani. Ezek csak adott szájtoknak adott ilyen fingerprint és információk kiolvasási megoldási, de hát még ezer más dolog is lehet, ami alapján beazonosítsanak. Szerintem nincs is ilyen lista, amivel ezt leírnak az összeset, mert egyszerűen annyi lenne, hogy elképesztő. És hát default Fedorán azért lássuk a pluginokat. Ugye az extension azok ilyen azokat szoktuk addonoknak hívni, azok ilyen kis pici plusz programok, amik valamit módosítanak a böngészőn, ezek az addonok, például a NoScript, ami letiltja neked, tehát ilyen plusz beállítási lehetőségeket biztosít neked, és akkor vannak a pluginok, amik külön álló programként gyakorlatilag belevolvannak a böngészőbe, és akkor a Flash Player-től a DiveX, meg a Ice-T, meg a VLC, meg a Windows Media Player, nem is tudom, hogy mit keres itt, meg az iTunes, amihez aztán még semmi közön nincsen. Ezeket így, aki felrak egy Ubuntu-t magának, vagy egy Fedorát, az így kapásból így becsapják neked, hogy akkor na tessék, ezt itt van tojat. Nyilván ennek van egy pénzügyi vonzata, hogy ezt nem azért rakják benne, mert olyan jó kedvük van, meg ebből nekik nincsen semmi profit. Van, aki azt mondja, hogy fú, tök jó, rakjuk már egyszerűbb lesz, de aki teheti, meg aki tényleg foglalkozik ilyenekkel, az akkor állítson be magának egy böngészőt, ne a default böngészőket használja, ne az Ubuntu-t rakja föl magának, hogyha már teheti, hanem akkor rakjon fel egy Debian-t. Debian-nál bekattintod, hogy kérsz hozzá grafikus felületet, mert már tud olyat is az install, és ő kapsz egy KDE-t, aztán egy kicsit elszöszölgetsz vele, nem annyira bonyolult az se összehegeszteni. És még mindig jobb, mint hogyha az Ubuntu-t használnád, ami alapból felrak 3000 csomagot, mint a Debian, amiből mondjuk lesz, mit tudom én, defaultból 500 csomagot. Tehát legalább akkor már minimalizáljuk azt is, hogy minél kevesebb szemét legyen a gépen. Minél több csomagot rakunk fel, annál több lesz annak a lehetősége, hogy valami olyan kerül be a rendszerünkbe, ami kompromitál minket. Ez mondjuk pont kimaradt a stratégiából, ez is egy ilyen elég érdemes betartani ezt a dolgot, hogy amit nem muszáj, azt ne rakjuk fel, meg ne szemeteljük tényleg tele, mert így is nagyon sok minden van, ami felesleges, meg nem kéne ott legyen, meg csak probléma van vele, de legalább akkor magunkkal ne szúrjunk ki. És akkor visszatérünk a Lightbeam-ra egy picit még. Mi van akkor, hogyha mondjuk felrakjuk a NoScript-et, csak hogy akkor ezt is ledemozzuk. És akkor most ezt még megmutatom, hogy mi a különbség a NoScript meg mondjuk a Request Policy felrakás után, és remélem a Restart után is megmarad. Ha nem, akkor megmaradt, nagyon jó. Lereszeteljük a Lightbeam-et, és akkor utána kikapcsoljuk a kamerát, aztán akkor így tudunk így beszélgetni meg. Kicsit így tágabb témakörökkel foglalkozni. Jó, akkor reset. Igen. És akkor most a NoScript meg a Request Policy. Hogyha nem rakott fel a Request Policy, de mondjuk amit az egyik hackes tag mondott, amit érdemes megcsinálni, hogy a ETC hostba, hogyha mondjuk azt mondod, hogy a Facebookot irányíts el a 127.0.0.1-be, akkor Facebookos ilyen kapcsolatok azok nyilván nem fognak létrejönni. Ez is egy megoldás, csak egy rohadt hosszú listát kell csinálni azokra az oldalakra, amiket nem szeretnél megnézni. Tehát akkor Request Policy és NoScript. Jó? Ilyen turucinfo. De hát ugye már látjuk, hogy itt kapásból is az ilyen dolgokat így ez is tiltogatja, tehát legalább annyival kevesebb szemét, ami nem odaillő. Na
Most remélem, hogy azért nagyjából összedi magát a Lightbeam, mert sajnos nem mindig tökéletes a működése, de akkor nyissuk meg az index.hu-t, hogy mi történt a... Itt vannak egyébként a sorokba. Itt ki is szokta egyből írni, hogy mik az, amiket ő leblokkolt, illetve ugyanaz a request policy-nél, vagy block the destinations, és akkor itt írja szépen nekünk, hogy mik az, amik le lettek blokkolva. Természetesen, hogyha olyat is leblokkol, amit mi nem szeretnénk, azt akkor megmondhatjuk neki, hogy akkor azt légy szíves, ne. Ezt valamiért a másik desktopra dobtok ide egyébként. Ez a defaultja a request policy-nek, és ezeket engedélyezi. Lehet válogatni, azt úgy állítja be természetesen mindenki magának, hogy akarja. Na, és akkor most látunk egy IP check infót, meg egy index.hu-t. Azért ez már jobban néz ki. És ha megnézzük a 444.hu-t, akkor azért már mindjárt nem kötötte össze. És azért a listát meg, igen, és nincs is a listán. Van egy olyan bug ebbe a Lightning-be, hogy itt nem jelenik meg a listán, rajta van. Ami tényleg így megnyílik, mert rákapcsolódik, azt a listára azért be szokta rakni. De azért ez így lássuk, hogy ez egy barátibb, mint amit az előbb láttunk. Ezt nem tart sokáig bekattingatni, felrakni ezeket az addonokat, egy kis időt rászánni arra, hogy konfiguráljunk, vagy utána olvasni az ajánlott weboldalakon, és azért már mindjárt egy kicsit kevesebbet tudnak rólunk, és arra, hogy mit csinálunk az interneten, és már kevésbé fogják összekötögetni a mi kapcsolatainkat. És akkor nagyjából ezt szerettem volna ezzel a Lightbeam-mel szemléltetni, hogy azért nagy különbség van, sőt, ezt akkor be is zárhatjuk, tehát hogy nagy különbség van aközött, hogy most addonokkal használjuk a böngészőt, és azt be is konfiguráljuk valamilyen szinten, vagy pedig csak úgy defaultból használjuk, és akkor menjen úgy, ahogy azt más gondolta nekünk. Majd ez a slide, ez felkerül valahova, megosztjuk neten. Az about config, azt most már nem szeretném még azt is bemutatni, mert már így is kicsit túlmentünk szerintem azon az időn, amit így terveztünk. Az about configról azt érdemes tudni, hogy ott így lehet finom hangolgatni a böngészőt, meg hogyha felraksz NoScript-et, meg egy-két ilyen addon, érdemes megnézni, hogy mit dobott be az about config-ba, mert például azért attól függetlenül, hogy a NoScript tök jól letiltogat nekünk, majdhogy nem mindent, azért a Google-nek meg a Yahoo-nak egy-két dolgot azért enged. A Yahoo-nak nem biztos, de a Google-nek azért ott vannak ilyen kivételi, hogy ne azokat azért mégis így engedjük el. De hát persze az adblockról is már kiderült, hogy azért volt olyan reklám, amit mégis így átengedett, mert fizettek neki. És ja, hozzáteszem, az adblockból kétféle van, legalább. Van az adblock, meg van az adblock Edge. Nekem az a tapasztalatom, hogy az Edge az valahogy úgy baráti. Ezt mindenki döntse magának, csak ezt az érdemes tudni, hogy amikor beírod, hogy adblock, vagy adblock, akkor nem véletlenül fog többet kihozni, mint egy. Tor browser, az gyakorlatilag, aki nem ismeri a Tor browsert, ennek az a lényege, hogy egy előre bekonfigurált böngészőt fog neked adni, amit leszett ez a Tor browser bundle, az a teljes neve, ami nem igaz, rá fog neked kapcsolni a Tor hálózatra, az egy olyan hálózat, ami neked nagyon leegyszerűsítve úgy lehet elmondani, hogy össze-vissza fogja neked dobálni az adataidat, és egyszerre több helyen fog az adat kimenni, ezáltal megnehezítik a te lekövetésedet. Picit figyelemfelhívó, én úgy vagyok vele, én azt mondom, de viszont, hogyha nincs lehetőséged VPN-re, vagy nem szeretnél részese lenni egy riseup.net-es oldalnak, vagy egy ott regisztrálni e-mail címet, vagy autiszti cím, vagy bármelyik ilyen oldalon, Tor böngészőt nyugodtan használhatsz, és az így, akik a Tor csinálják, azok tényleg igyekeznek, hogy odafigyeljenek az ilyen tracking, meg lekövetés és egyéb dolgokra. Azt mondjuk furcsánom menni egy picit, hogy legutóbb, amikor próbáltam, a NoScript az alapból mindent engedett, de hát az két kattintásban
be pöttyinteni, hogy akkor a NoScript az blokkoljon is. Vannak adott TOR beállítások, azokat a TOR-nak a Git-es oldalán el lehet érni. Tehát, hogyha mondjuk munkahelyünkön vagyunk, érdekel ez a téma, szeretnénk beállítani munkahelyi böngészőt, akkor ez egy ilyen rövidített link, de egyébként a beírott szerintem mondjuk start page-en vagy valami kereső. Jó napot! Hari! Jó! Természetesen találni bennünket. Néha így az utcán és a mindennapi életben is. Na de visszatérve, hogy érdemes megnézni, hogy a TOR-nak, TOR böngészőnek mik vannak beállítva, meg egy-kettőt kigyűjtöttem én is, amit így még így érdemesnek láttam, az már tényleg csak az én, mondhatjuk azt, hogy akkor az én paranoiám vagy én hülyeségem, de én is egy-kettőt így kigyűjtöttem, hogy amit nem láttam a TOR-ba, és azt mondom, hogy ez talán még érdemes. De ennek tényleg azt mondom, hogy mindenki eljön utána, és olyat meg ne állítsunk be, amit nem tudunk, mert amit nem tudunk, hogy micsoda, és beállítjuk, lehet, hogy akkor ront a helyzeten. Tehát azért erre figyeljünk, hogy tényleg csak azzal foglalkozunk, meg azért ne az a boot konfigot kezdjük el buherálni egyből, mert ott azért tényleg el lehet szúrni a böngészőt, meg úgy az egészet. De ez egy fontos opció, és egyébként erről se sok helyen írnak, hogyha rákeresel, hogy az abort konfigban miket lehet beállítani. Csomó mindent be lehet állítani, amit amúgy a Firefox nem ad alapból. De nincs túl sok olyan oldal, ahol ezt szépen leírogatnák, hogy mi mit csinál, hogy csinál. Nyilván a Mozilla-nak van erről egy dokumentációja, de nincs így kigyűjtve, hogy mondjuk akkor mi van, ha privacy awareness vagy, és szeretnéd úgy beállítani, hogy biztonságosabb legyen egy kicsit a böngészésed. És még egy slide, ez az utolsó. Ezek ilyen ajánlott oldalak, amiket így az utóbbi időben így kigyűjtögettünk.